sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatómon, melynek témája azonnali vízkormányzás sürget a Mi Hazánk mozgalom. Mint látjuk, sajnos nagyon úgy néz ki, hogy 2024 nyarán ismét előfordulhat az az áldott állapot, ami 2022-ben, amikor az aszály óriási károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, hiszen látjuk, hogy sajnos a virágzás idején a csapadék hiánynak és a víz hiánynak köszönhetően mind a kukorica, mind pedig a napfogó termésre már rá fogja nyomni a bélyegét az a forróság, hőség és a víz hiány. Sajnos a talaj felső rétege is ki van száradva, az Alföldön lehet látni, hogy gyakorlatilag mennyire hiányzik az a víz, amit a kormányzatnak az elhalasztott vízmegtartó beruházásai kapcsán lehetett volna pótolni, de mint tudjuk, idén a homokhátságra tervezett 398 milliárd értékű vízmegtartó beruházás is elmaradt sajnos forrás hiány miatt. Éppen ezért azt látjuk, hogy ezek a beruházások most már évtizedek óta vannak halogatva, már pedig óriási szükség lenne rá, hiszen hogyha nem fog valami nagyon gyorsan történni, akkor a egész országnak az egy tizedét fogjuk elveszíteni, hiszen a homokhátság ekkora területet tesz ki. Ha nem fog a kormányzat minden előbb valamilyen hatatós lépést tenni, akkor teljesen el fog sivatagosodni ez a terület, az azt jelenti, hogy termelésre alkalmatlan lesz. Mi azt gondoljuk, hogy ezt nem szabad megengedni, főleg nem egy Kárpát medencében, ahonnan még mindig több víz folyik ki, mint amennyi beérkezik. Mi azt sürgetjük, hogy a kormány azonnal kezdje el a vízmegtartó beruházásokat, ne Vodafont és Repteret vásároljon, hanem próbálja az élet legalapvetőbb feltételét, a vizet biztosítani, ne csak a gazdák, hanem az egész ország számára, hiszen víz nélkül nincs élet, éppen ezért azonnal el kell kezdeni ezeket a vízmegtartó beruházásokat.